A legkedvesebb vadász élményeit minden vadász szívesen osztja meg társaival. Ezen gondolatok, sokszor egyre színesebb átadását, az élmények újra átélését, talán leghivatottabban egy művész alkotása sűrítheti újra valósággá. E havi vadászte a perceinkben dr. Kun Edit festőművésszel beszélgetünk. Egy csodálatos vidékről származom, Zala megyéből, a Kis-Balaton tőszomszédságából, egy piciny faluból, Zalavárról. És én azt hiszem, hogy ott abban a környezetben egy végtelen, nyugodt, harmonikus lét volt, amelyet én akkor ott megélhettem. Én arra emlékszem, hogy mindig szerettem valamit alkotni. Teljesen mindegy volt az, hogy az mi, de amiben láttam fantáziát, és amit manuálisan lehetett véghez vinni, most már ezt úgy apostrofálnám, hogy kerestem a szépet. És engem, ha leültettek egy géplap mellé, a nagypapám szokta vásárolni számomra a géplapot, és az mindig tele lett rajzolva. Ezek voltak a legelső emlékeim a rajzzal kapcsolatban. Ott én megnyugodtam. Egyéb iránt pedig hát egy nagyon-nagyon vizgőmozgó gyerek voltam, ahogy én emlékszem. Mi nem teszünk mást szerintem, mint a teremtőnek a műveit másoljuk. Főleg ebben a stílusban. Én szeretem azt, hogyha egy képen, arra, ha én ránézek, illetve a szemlélő ránéz, akkor azt látja, ami ott van. Nem kell abba belemagyarázni, egy frappáns címet persze lehet neki adni, de neki is jöjjön át az a harmónia, az a gondolatiság. Miután a természet történéseit dolgozzuk fel, most bocsánat, itt a többes számért, de hát jó pára műveljük ugye ezt a műfajt. A megélt pillanat az elengedhetetlen. A katartikus pillanatot azt mindenképpen az biztosítja, amiben én ott voltam, amit én átéltem. Jó, hát a vadászatot is, művészetet is nagyon sokféleképpen lehet művelni, de én azért hiszem és bízok abban, hogy attól az hiteles lesz, ha mi ezt tényleg megéljük és azt akarom visszaadni. És én azt még egy dolog, én azt hiszem és vallom, hogy az akkor nekünk szól. A világot véleményem szerint a hit mozgatja. Az mindenben benne van. Nem elsősorban csak vallási értelemben mondom, hanem akár úgy is, mint furcsán hangzik, de mint valóságteremtő akarat. Vagy valóságteremtő gondolatiság. Annyit lehet tenni, hogy ennek a kultúráját meg lehet mutatni. A szíven keresztül meg lehet ezt a történetet és ezt a témát közelíteni. Furcsán hangzik ugye a vadászat és a szív, de ez egy külön téma tudna lenni, de igenis ez is összefügg egyik a másikkal. Én ezt mindig megtapasztalom, amikor festek egy képet. A legjobb képek azok akkor születnek, amikor zene szól, az tényleg, tehát az elengedhetetlen, az a lelket emeli fölfele, a hitemet növeli önmagamban és a témában és mindenben, és lelkesít szó szerint. És amikor szinte nem is figyelek oda, akkor viszont az ecset az mozog, na de akkor kifest. Tehát mi a Jóistennek ha szabad ezt mondani, a közvetítői vagyunk. És ha ezt át tudjuk adni, hát akkor talán nyert ügyünk volna.